Volt nekem egy főnököm a rádióban, Marci bácsi, ő volt a szerkesztőség vezető, az ő feladata volt az, hogy eldöntse, mi mehet adásba és mi nem. És akkor az öreget kérdeztem egyszer, hogy Marci bácsi, te ezt hogy döntöd el? És akkor azt mondta, hogy hát az én gyakorlatommal én már pontosan tudom, hogy egy ilyen műsor után csörög-e a telefon a pártközpontból, és azt is, ha csörög, akkor mit fognak kérdezni. Ha tudok rá válaszolni, akkor leengedem. Ha nem tudok rá válaszolni, akkor nem engedem le. És hát ő egy okos ember volt, és művelt ember volt, ő nagyon sok mindenre tudott válaszolni, ezért például a mi szerkesztőségünknek sokkal nagyobb szabadsága volt, mint a többinek.